Ma már elmondhatjuk azt, hogy Tolna megyében Bonyhád, illetve Bonyhád térsége az egyik leggyorsabban fejlődő gazdasági térség, és erre mindannyian büszkék lehetünk. A bonyhádi ipari park kivitelezését 2020. januárjában kezdték el, és novemberre kész is lettek a munkálatokkal. Ezután következett a műszaki átadás átvételi eljárás, ami újabb egy hónapot vett igénybe. Azóta néhány bérlő már birtokba is vette a csarnokokat. A város polgármestere elmondta, több szempontból is fontosnak tartja a park fejlesztését. Az itt megtelepedett vállalkozások, gazdasági társaságok hozzájárulnak az adóerő képesség növeléséhez, és ez a város életében egy igen fontos jelentőséggel bíró mozzanat. Másrészt pedig hát a foglalkoztatásról ugye mindig szó esik, a jelenleg megtartása és a bővülése is nagyon fontos a város életében, hogy aki akar, tudjon dolgozni. A 3,5 hektáros területen létrejövő ipari park fejlesztés közel 800 millió forintba került, amihez a szükséges forrás egy részét, 480 millió forintot a terület és településfejlesztési operatív program egyik pályázatán nyerte a város. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője úgy nyilatkozott, bonyhádiként büszke rá, hogy ilyen gyors gazdasági fejlődés jellemzi a térséget. Egy ilyen léptékű városnak, kisvárosnak ez egy óriási lehetőség, hogyha összeszámolnánk most már a többi csarnokkal együtt, tehát több milliárdról beszélhetnénk, és több mint 500 ember dolgozik már ezen a területen, úgyhogy remélem azt, hogy ez nem csak Bonyhád környékén lesz jellemző, hanem egyre inkább a megye, illetve az ország egyéb más területein is. A csarnokok ünnepélyes átadója a nemzeti színű szalag átvágásával zárult.